ez áldott hely, szemem is kell. Miután az Ákossal a magyar tárgyalon való munkát, akkor kezdtük le, amikor már befejeztem a német tervezőt, első munkámat a félkanénszer, így teljesen benne voltam a képben, így nagyon precízen át tudtam adni az Ákosnak, hogy mit dolgoztunk mi ki a félkanénszer. Thank you very much. That's it. What a timing, right? So, perfect timing, actually, perfect timing. Three drummers. Three singers. Three songwriters. Three producers. So this is Akash, and he sang the Disney songs that I wrote. And this is Phil Collins, I guess. He sang them in Hungarian. I sang them in English. And he translated your lyrics. And you translated them. Ez áldott hely, szemem is kell. Hadd járja sima fővenyes parton. Két vágy, de egy család. Bíznod kell a sors vele, és vezetsz, hogy rátalálj. És beálltam a mikrofon mögé, jött az első dal. Azt mondtam, na, gyerünk most elénekeltem. Óriási csönd az üvegfal másik oldalán. Látom, hogy a német hangmérnök fiúval beszélget a Leslie. Kikapcsoltuk a talkback-et? Én nem hallottam, hogy miről beszélnek. Hát mondom, ezek most jöttek rá. Sajnos mondom, hát nem baj, még az esti repülőt elérem, gyerekemet látom, még ma este én fürdetem. Előtte megyek a lemezboltba, végülis a szövegíró gázsi már megvan. És akkor kérdezem, hogy mi van, gyerekek, mi van? Leslie csak így beszólt. Egy pillanatot várjál, egyszer sok olyan, köszönöm szépen. Semmi. Hát mondom, nem tudom, már készítettem egy jó szöveget, hogy annyi magyar kiváló hangú énekes vár arra, hogy Phil Collins magyar hangja lehessen, most a szövegek megvannak, lehet énekel, nagyon jók vannak, higgyetek, nem, sokkal jobbak vannak, nehogy lemondjatok erről a lehetőségről. És mondom, gyerek, azt mondja Leslie, igen, hát Ákoskám, én haza is mehetek. Mondom, ez most mit akar jelenteni? És hát nem tudom, az, most ezen mit értsek, Leslie? És akkor azt mondja, nézd, én ahhoz vagyok hozzászok, vagy a producer bejön a stúdióba, és egy baromi jó énekes, baromi jól elénekli, és utána el kell neki magyarázni, hogy a dolog miről szól, mi a koncepciója, kvázi a művészi irányok micsodák. Azt mondja, itt pedig egy kész produkciót kapok. Ez nekem nem kell hozzányúlni. Énekel, de... A fel volt készül. Javítsd ki, ahol esetleg nem annyira tiszta az ének, és túl van tárgyalva a kérdés. Szóval ennél nagyobb bókot szerintem énekes nem kaphat, főleg akkor, ha nem kifejezetten az énekes mi voltát tartja elsődlegesnek, hogy kvázi hitelesnek, vagy igazinak, vagy olyannak tűnik az, amit csinál, hogy nem kell hozzátenni, nem kell elvenni belőle. Ez egy saját helyi értékű dolog, és én ezt kaptam meg a Leslie-től, és ilyen megerősítések Magyarországon engem ritkán érnek. Mint a szíved diktál. Két vágy, de egy család. Bíznod kell a sors felel, és vezetsz, hogy rátalálj. Ember még soha nem járt itt, békés az ősi erdő. Ez áldott hely, szednem is kell. Halkan járja sima fővenyes parton. Két vágy, de egy család. Bíznod kell a sors felel, és vezetsz, hogy rátalálj. A lombok már nem rejtik el, ha szeretettel érkezel. Ez áldott hely, szednem is kell. Éppen annál a dalnál, amelyet most énekelünk, annál derült ki a legjobban, annak a szövegénél, hogy mennyire fontos a rajszínet nézni. És nem csak a dalokat hallgatni, és a dalok szövegét nézni, mert egyszerűen nem adja magát, hogy a szöveg különböző fordulatai a rajszín nélkül nem értelmezhető.
it's the first time they've broken the mold for a long time, if ever, of somebody singing the songs rather than the characters singing the songs. Mennyire jó döntés a Disney részre, hogy a karakterek nem énekelnek. Amikor megkérdezik az embert, amikor azt mondja, hogy egy Disney filmben énekel, és melyik karakternek vagy a hangja, vagy és melyik állat leszel te, akkor azt mondta, hogy én a Phil Collinsnak vagyok a magyar hangja, és nem valamelyik szereplőnek. Scene for you in this movie? Well, yeah, there is. I mean, this has been asked of you, right? Well, it actually was asked, yes. And what I last. No, that's okay.